Pattansz le a reggelimről. Pattansz le a reggelimről. Hát jó pofa vagy, hogy már... Na anyukám, mert kézzel... itt van. A jó kis frizzboxos reggelim. Nézzek, ilyen jól néz. Szerintem pattansz le a reggelim. Nézzek, hogy... Te miért akarsz rádobni magad a reggelimre? Jó pofa vagy. Ez a másik szobába halszik, anyukám, mert még... Amíg nem vagyunk jól, addig... Separation. Jó? Anyukám, te kézzed el, nézzel. Ezt meg fogom kinyitni neked. Halál jól néz ki. Halálosan imádom. Ó, édesem, op, milyen jó a frizura. Szóval nézd meg, és már beleszagol. Nézd meg, ilyen jól néz ki, anyukám. Halál izé, frizzboxba vagyok, és már is nyomom be a reggelit, de figyelj, rongyolok le, le van lőtve a kapuba, én csak rávettem magam, szkész. Oh, vaszalt újságot lapozgatok, mint Lili nagynéném, te az olyan jó volt, kizenek vaszalták az újságot. Hi, Svájcba, Svájcbe, anyuk. Jó vagyunk, nézd a Sanyit, milyen idegben van. Vagy nincs idegben, talán relax. De most egyébként jól vagyunk, mert tudod, a következő van. Vagy 2 hét karantén, 10 nap karantén, vagy a 2 teszt. De most a 2 tesztnek taka, mert ugye államilag azt mondták, hogy szurkolunk, hogy meggyógyulja, de lovettet nem adunk, tehát ki nem fizetjük a tesztet neked. Taka. Jó, most már Franciaországba se fizetik. Jó, de mondjuk ott a, tudod, a munkabéreket tudatták itt, meg csak annyi volt, hogy a kispadon ült a kormány, és azt mondta, hajrá, magyarok, meg fogol gyógyulni. Aztán te gyógyulgattál, érted? Nagyon nem segítettek. Tehát ezt felejtsük el, olyan jó, hogy ilyen rendesek. Te, nem is ez a lényeg. Most nézek egy dokumentumfilmet a majákról, halál, na, most van vége. De, hogy azok a izé, hogy az űrbe van, ne jó a frizura, le vagyok szakadva, mint a gatyaszíj. Szanyika, bele nem eszel a pupos reggelimbe, jó pofa van. Jézusom, a izét Obamáról, kit érdekel, amikor azt nézem, hogy úristen! Összekapt anyukám vihara a biliba, a csajok összekaptak, nézd a mazi, mazi mit csinált, azt mondja, mi a jó büdös francot képzel ez a nő? Te, bónusz mami, hogy tanulnál meg inkább egy cserni tiszteletet egy édesanyja iránt, ő a édesanyja, apa, mi? Figyelj, de mindjárt ő is édesanyja lesz, és akkor majd kapol. Remélem hamarosan megérkeznek számodra is az édesanyja igazi érzései, de ezt az érzést ne tudd meg soha, amit te okozol. Más édesanyja, anyukám, mennyi édesanyja, hát mennybe megyünk. Még neked sem kívánom, szégyeld magad újra és újra. Anyu, nézd már meg te, hát ez valami. Ez magad újra és újra, őzetlenül nem megy a szeretet. És ilyen magatartást életemben nem láttam egy új pár részéről sem. Ezt is kifogtam. A fene vigyel, te! Na jó, most megkaptad anyukám az átkot. Most te olyan vudu átkot szóltak rád, anyuk. Jézusom, már rongyolok kis át, nézem is a mazinál. Mi van, hogy ő megbocsát, vagy megy a átkot? Te olyan vihar van a Billybe. Nézd meg, édesem, a proletár diktatúra. Össze. Azt mondja, hogy Berki, mazi. Mazilióm, aranyszívem, te miben van, ideges vagyok, olyan jó néz ki, te, a forever pregnancy, hát imádom. Azt mondja, ő, nézd meg, hát igen, megy le a nap. Hogy mit, miért, meg hogyan és hol csinálunk. Ja, igen, jó, hát tudom, hogy terhes vagyok, igen, én is terhes, a Csiga is terhes, Berki, Jack, Friends, Bush, szétálunk egyet, tudod, és széta. És széta. Olyan még, anyukám, magvas gondolatok következnek, báj mazi. Ő az egyik kedve, ő is meg a Pami is kedvence, mert hasonló karakter. Szia. Szép diután mindenkinek, ha bár már mindjárt beestetik. Ne is mondd. Nem mondod. Elkezdődött a téli időszámítás. Esküdj az ilyen? Hát sajnos így rövidebbek lesznek a nappalaink. Hát igen, kapaszkodjál meg. Köszönöm tudom. Szépen azt a rengeteg üzenetet, amit kapok tőle. Mit kaptál? Azt a támogatást, azt az energiát. Nagyon, hát én is, tőlem is kapod. És én hiszem, meg, hogy, meg a Pamitól. Hogy ezt a sok energiát én fel fogom tudni használni. Mire? Mire? Hát most tisztelnek kéne az, miért, hogyan, meg miért, meg amúgy. Hogy olyan rezgésű akár, mint én. Igen, milyen rezgésű vagy, anyám? Beszélek.
Nem. Ráadásul... Hát kapaszkodjál meg, nem, hát most te ne haragudjál már, te vagy a gyurcány. Én azt gondolom, hogy ezt a sok üzenetet tényleg, amit küldtök, én ezt nem győzöm meghálálni nektek. Hát és én is a hálás vagyok, de nem válaszolsz, Mozi. Szóval egy-két információt elmondanék, mert ugye sok kérdés érkezik. Az egyik az, hogy mikorra vagyok kiírva. Na, te ezt olyan régóta meg akartam kérdezni, mondom neked, hogy mi van. Te megyek varadszedéssel a fogorvoshoz, tudod? Megmondom én, mert hogy engem, gondolom érdekel, hogy mi van a számban. Kijött egy kiszabta, most találtam egy ugyan ecsetelőt, Mozi, hogy te neked elképzelésed nincsen, de majd ezt elmondom. Aztán megyek vérvételre. Menstruációm az teljesen elmarad, de most, hogy így beszélünk róla, te. Vannak gázok, amik kínoznak. Komolyan mondom, tehát bizonyos gázok annyira kínoznak engem is, hogy nem tud elképzelni, és akkor tudom, de hát nem kellemet, nem kellemet lenne leheletem, most, hogy itt kérdezem, csak azért mesélem el, azért, mert tudom, hogy téged is érdekel, hogy mi van velem, tudod, nem csak engem, hogy... Természetesen szeretném világra hozni kislányokat, és... Tudom, hát a Veszprémi állatkertbe is hoztak most világra egy kis orangutánt, olyan édes a kis Vilma, úgy nevessék el, nagyon vár. Várom, hogy a te szülésedet is lássam, de most hol tudom az 1500-öt befizetni, ezen izgulok, te nem fog, visszadobta a bankkártyámat, pedig rendes bankkártyát küldtem, hát nem igaz, tudom, hogy mit csináljak az a teleport, igen, hát ne is mondom, pipa vagyok, hát nem fogadja el a kártyámat, érted? Pedig úgy próbáltam már kifizetni, hogy lássam a szülést. Hát most jó, hogy mondod, mert most már olyan régóta, hogy szerencsére, hogy a tévében a National Geographicot szoktam nézni, és ott is van szülés, ott a múltkor egy gnú szült, hát ő megette a méletét, remélem, te ezt nem tervezed, jó popa vagy. De hát minden esetre nagyon megnézném, ahogy így elkezded ezt az egész szülést, a férjed meg ott van, tapintatból jeles, mondd már meg neki, millió puszit küldök neki, és te figyelj ide, ha nem megy át a pénz a bankkártyával, oda tudom adni KP-be, vagy utalványa, postai utalványon át tudnátok venni az 1500-öt, jó? Mert le kell töltenem valamit a gépre. Ja, te, kijött az öpszömöröm most, hogy erről beszélünk, már el akartam mesélni, viszont azt mondjad nekem, hogy a Pami, mivel húztad így föl, mert azt mondja, hogy nem tisztelet, de most mi nem tisztelet? Hát olyan, mint nem mondod, hogy leülsz, de már tisztelni azt a szegény Pamit, de mindig csak egy két gyerekes édesanyja, érted? Egy nagybetűs édesanyja, mert most a... Igen, a segítség, a levegő, a így, te nekem nehogy valami számánszülést csináljál, mert komolyan mondom, mert úgy fog szülni, te, mint a ide a perui indiánokat, nem is erre ki ez, Jézusom, azt, hogy te is készen, hát igen, mi a fene van a fején, te ezt megtudnád? Aha, ja igen, haleokiszta, jó van. Igen, hát a szép pillanatokat kell mutatni, hát gyönyörű, de tudnám, hogy mivel hergeltett föl nekem a Pamit. Hát a, remélem, hogy nem mentél rá a Brandon Baba boltra, mert az az övé, ő kapja a kiságyat onnan, te más onnan kapod, fiam, a kiságyat, tehát jó pofa van. Muszáj, hogy valami lenyúltad a szponzorpelúzt, az anyád úristeni. Te, nem állsz meg előttem, Pami előtt se, taka. Ő anyukám, a királyi pár, nézd meg! Ő kegyelmessége, Branyicskai báró, Berki, Krisztián, méltóságos úr. Onnan tudod, hogy előkelőek, nézd meg! Úton a vizsgálatra, pedig 7.30-tól láthatjátok. Hát nézzük is, van pupos táska, azt onnan tudod, valószínűleg, hogy azért szül a Mazi a videóba. Mindjárt mutatom, hogy hol, várjál, jövök vissza, kuszoljál már anyukám el, de azért lehet hivatkozás, azért szül a videóba, mert látta, hogy a spanyol etikett szerint, azt mondja, a weboldal beállítás, na, ide klikkel, hát, ha van hozzá gusztusod, mert biztos látta, hogy az etikett szerint, a spanyol etikett szerint, hogy a francia királyok az udvar előtt szültek, hogy a babát ne cseréljék el, na most majd erre fog hivatkozni. A Berk, megfejtettem. Azért kell szülni a kamera elért, egyrészt azért, hogy Lovetta peregje, másrészt meg azért, hogy lássák, hogy a gyereket ő szülte. Nem te szülted, sziasztok. Nem én szültem, hanem ő, érted?
Mert a végén köszönöm még szépen, lehet, hogy engemet meggyanúsítol, hogy én szültem a kisfiút, vagy a kislányt. Hát anyukám, lesz gond, de hát majd, ha édesanyja leszel, akkor majd te tisztelni fogod azt az édesanyákat, mert egyelőre csak egy cicka kismama vagy. Majd leszel édesanyja, el is veszem a hülye hangodat. Érted? Vagy azért szül kamera előtt, mert a Berki, aki egy született arisztokrata, hát olyan, amilyen, de hát anyukám, hát eléggé kis ízé, raf kis muzikfejjel arisztokrata, de lehet, hogy a spanyol etikett szerint a francia király, és a francia inkább ugye a spanyol etikett kimondta, ami 14. Lajos vezetett be ugye a Versailles udvarba, hogy a királynéknak ugye az udvar előtt kell szülni, mert akkor biztos, hogy az a gyerek az ő szülte, nem más. És akkor tízé nem tudom, az egész francia udvar felsorakozott, vagyis nem az egész, hanem rang szerint, ugye a legmagasabb rangúak. És akkor lehet, hogy ők is azt mondták, csináljuk már, de én jobban gondolnám azt, hogy a Lovetta miatt kell. Hát anyukát, édesem, jaj, csak megsértettél egy édesanyát. Hát hittem, hogy együtt dobáljátok a telefontokot, hogy nem törik, de most ja, remélem, hogy nem az van, hogy rámentél a ponzorára, a kis ágyas ponzorra, vagy a t-shirt miatt van a balhén, mi a mami t-shirt. Tehát az angolul van, egyik kötök se érti a feliratot. Mi a baj? Ne üljél már itt ilyen bambán, hát most föl kell, nem tudom letölteni. Az 1500-öt be akarom fizetni, és nem tudom letölteni. Most ne gyere már bele a képbe. Most azon gondolkodom, hogy a tudakozót főhívom, te. Nem, Sanyi, ne hívjuk fel a tudakozót, hogy hanem tényleg a mazsiéknál, hogy van, hol tudom letölteni, ne akarjál már ide bújni, jó pufa vagy. Hát Sanyi, megvacsoráztál? Mindent megettél? Azóta, mióta erteges vagy, te azt hiszed, hogy nálad mindent lehet. Ja, jó nézünk ki. Na jó, én hívom a tudakozót. Tájékoztatjuk, hogy hívását minőség ellenőrzés céljából ideges vagyok, hogy... Most mi lesz? Jaj. Olyan ideges vagyok, hogy most csak kapcsolnak valakit, hogy most hogy tudom letölteni. Egyelőre semmi, hát megbolondulok. Halló? Jelenleg minden munkatársunk fogad. Nem igaz. A kapcsolásig szíves türelmét kérjük. Hát jó, de meddig? Hát azért peregnek a percek. Hát, és ha elkezdődött a szülés, le fogok maradni, és nem tudtam az 1500-öt, a postai utalványt tudom még, hát ha fölveszik a pénzt, és akkor bekapcsolnak. Hát ilyen még nem volt a praxisomban, hogy ne lássak egy szülést, élő. Jézusom. Jelenleg minden munkatársunk fogad. A kapcsolásig szíves türelmét. Na másodjára hívom, mert megszak. Hát te meg fogsz szülni. Hát olyan ideges vagyok, hogy nem igaz. Hát nem veszik föl, követő rajongó. Ne nézzél, nem tudom, hova kell nézni, hol a kamera. Jaj. Halló? Hát, ja nem, ez csak a zene. Hát biztos azért adják a zenét, hogy meg ne szakadjon a vonal addig. Jó napot kívánok, én Öreg Cilla vagyok, és azért telefonálok, mert a Berki Mazsi szülését szeretném megnézni a teleport.hu-n, és nem tudom, hogy tudom befizetni a pénzt, mert 1500 forintot kéne befizetnem. És... Kérem, jó, valami teleport, nagyon ideges vagyok, mert nem tudom, hogy elkezdődöm. Igen. Pillanat. Köszönöm, jaj. Hát, ha van valami, mert... Esetleg nem tudja, hogy pontosan hol írták azt, hogy 1000-be kell fizetnie? Hát azt írják, hogy 1500 forintot kell befizetni, és valami teleport.hu-n tudom nézni a szülést. És hogy nem tudom, a kártyát nem fogadja el, és nem tudom, hogy banki csekkel tudok-e fizetni. Lássam a szülést. Állítólag jó lesz. Hát. Köszönöm a segítséget.
Ezért csak összejön. Elég problémás a kártyás fizetés, azt mondják. Ja, értem. Aha, szóval jegyet... Aha, jegyvásárlás. Igen. Ja, jó, jó. Akkor majd megnézem, hogy erre megyek-e, vagy a Pintért Béla darabra. Most nem tudom. Jó. Hát minden esetre nagyon köszönöm a segítséget. Nagyon szívesen. Nagyon kedves, köszönöm, minden jót kívánok. Csokolom, csokolom. Na, drága követő, rajongó, minden... Várjál, már letakarom a izen, nem tudom. Te, hát most mondd meg, oda, ide nézek, hol a kamera? Itt vagy. Jó, hát akkor váltom a jegyet, jó pofa vagy. Takar, ne idegesítsél, már lemaradok az egészről. Fizetős az valóban a közvetítés. Az szül, így van. Fizetős szülés van. 1490 forintért lehet egyébként. Igen. Nem tudom ezt postai úton befizetni? Azt nem tetszik véletlenül tudni? Ezt nem tudom, de már is nézem. Köszönöm, jaj, nagyon kedves, nagyon sokat segít. Hát ha... Igen, most nézem a teleport.hu-t. Igen. Ahol be kell jelentkezni. Ja, ott rámegy arra, hogy teleport.hu. Igen. És ott lesz, hogy a legkisebb bárki világra jövetele. Így van, hát ott akarunk, igen. Igen, hát és ott van mellett, hogy 1490 forint, az a jegyvásárlás. Uh-huh. Ja, jegyet válthatok, mint egy ilyen színházjegyszerű.